Papp Gergő Pimasz úr vagyok, 47 éves férj, apa és tévériporter. Nekem is, mint sokaknak, 40 éves korom után jelentkeztek az időskori látás problémák. Így 5 éve már, hogy közelre és távolra egyaránt, úgy 3 dioptriás szemüveggel látok csupán. Én viszont rengeteg ok miatt nem akartam többé szemüveges lenni. Alapos keresgélés és utánjárás végén a 30 éve működő Focus Medicalt választottam, ahol több mint 50 ezer lézeres szemműtétet végzett már el a legfelkészültebb orvosi csapat a legmodernebb technológiával. Én az úgynevezett Visumax lézeres eljárást választottam, és érkezem épp erre a bizonyos villámműtétre. Most fogok találkozni Fodor főorvos asszonnyal, aki itt a 3-as szemészeti vizsgálóban megcsinálja a műtét előtti korrekciós vizsgálatot, hogyha minden igaz. Jó napot kívánok! Csökkön, főrös asszony. Jól vagyok? Jó, most még. Most még. Később még jobban lesz. Biztos? Jó. Mi történik most még? Még nézzünk egy utolsó dioptria ellenőrzést. Továbbra is azt gondolom, hogy közel egyformára fogom beállítani a két szemet. Annyi különbséggel, hogy a domináns szemet fogom nagyon élesre távolra állítani, az a jobb szem. A ballal távolra egy picivel homályosabb lesz, mint ahogy észlelte is, viszont azzal egy kicsit a középtávolság és a közelrelátás egy picit jobb lesz. Tehát ezt a telefon használatnál vagy laptop használatnál ezt nagyon fogja szeretni. Két szemmel együtt nem is veszi észre a különbséget. Hűha, leparáztatóan néz ki. Csokola. Jó, ide kérem szépen, hogy foglalja. Csokola. Tetszik izgulni? Nem. Jó. Nyissa ki mind a két szemet, nyissa ki mind a kettőt, nézzen ide. Tehát a fej így marad, picit elfordított fejjel maradunk. Így, ahogy most? Így, ahogy most, és most már nem kérdez vissza Gergő. Semmit nem szól. Csak és kizárólag az volt Maradjon csukott szemmel, át fogjuk fordítani az ágyat a másik lézerkészülék alá. Jó, most legyen kedves rám nézni. Meg fog jelenni egy piros fény, inkább ilyen piros maszat. Jó. Gergely, az lesz a fontos, hogy ez alatt a lézer alatt, ugyanolyan ügyesen, mint az első lézer alatt, ezt a piros maszatot kell figyelnie. Nagyon ügyes volt. Óriási erőfeszítés lehetett nem megszólalni, és gyönyörűen csinált mindent, úgyhogy nagyon megdicsérem. Azt kell, hogy mondjam, az égvilágon semmiféle fájdalmat, sőt, semmit nem éreztem. Mennyi az idő? 13.06. Látta? Láttam. Nagyon jól áll a szemüveg. Most hát szemüveges. Jó. Nagyon szépen köszönöm, főorvos asszony. Nagyon ügyes volt. Ügyes voltam? Várom szeretettel holnap reggel. Jó, de csak ellenőrzésre. Jó, sok csepegtetés, nem szorítani, minden, amit óránként gyógyszeres, egyébként működik, igaz? Így van, rengeteg. Jó, nagyon szépen ha köszönöm. Ha bármi probléma van, hívjon nyugodtan. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Holnap 10.40. Várom szeretettel. Csókolom a kezét, viszontlátásra. Na, hello! Túl vagyunk a műtéten, távozáskor pedig, ha már az elején is beavattam őket, a Facebook követők azonnali tájékoztatása történik. 2-3 óra és állítólag már tűélesen fogok látni, úgyhogy de most még viselni kell ezt a napszemeget, túléltük a dolgot, köszi, hogy drukkoltatok, hogy velem voltatok, úgyhogy mostantól erős a nap, de folytatódik a szemüveg nélküli, a dioptriás szemüveg nélküli lét. Tele vagyok krémekkel, cseppekkel, 100-as UV szemüveggel. Holnap jövök délelőtt, doktornő újra megnézi, hogy mit javult. Állítólag 3 óra múlva már tévézek, olvasok, lazulgatok. Ennyi. És ez valóban így történt, sőt azóta, mint már mondtam, egy teljes hónap telt el, és egyszerűen imádom a szemüveg nélküli tűéles látást. Óriás hála és köszönet mindenért.